ez az a ház, ahol Solti György, hát ha nem is született, ahogy az emléktábla egyébként írja, de a gyerekkorának egy fontos szakaszát, a fiatalságának egy fontos szakaszát töltötte. Well, this is the house where Solti György was not born, but although the plaque says that he was born here, but he definitely spent a very important part of his young years here and his early childhood. Igazából nem messze innen, a Vérmező utcába született, majd Veszprémbe költöztek, és végül is a háború után költöztek ide a 12. kerületbe, a Maras utcába. So actually he was born not too far from here, at Vérmező, exactly around the corner, and then they moved back to Veszprém, to the countryside, igen, a háború miatt, and then they moved here into Maros Street. A városi legendák, illetve a hegyvidéki legendák egyébként azt mondják, hogy gyerekkorában sok jobban érdekelt a labdarúgás. Mondjuk ezt nem tudom, hogy Kodály Zoltánnak vagy Bartók Bélának elmondta-e. Well, urban legend says that when he was a child, he was more interested in football. Yes, but yes. In that fall. But we do not know whether he confessed it to Béla Bartók or to Béla Kodály as well. I don't think he had enough time with Bartók to discuss such matters. Igen, nem volt elég. Igen. Egészen 1938-ig élt itt, akkor ugyanis Magyarországon annyira megváltozott a politikai helyzet, hogy kénytelen volt elhagyni az országot. So he lived here until 1938, but then the political situation in Hungary changed so much that he had to leave the country. Nem, teljesen véletlenszerűen ment elő egyébként. It's dead to him. The chairman of the Friends of the Opera said, the climate seems very bad, you should leave. Get a visa, try to go to America. You must go to Luzern because Toscanini is there. He will give you a letter of reference. And then you can come back and apply for a visa. And then you try to go to America. So he said he really didn't want to go. He was a cafe house boy and he liked his life. It's nice. And he went to Luzern. Saw Toscanini, who gave him the reference, and then the next day, the World War II began. And his mother sent him a cable, stay where you are, don't come home. So there he was, with no proper documents, no family, no friends, no money, no nothing in Switzerland. But it saved his life, probably. Szerintem ezt megértettük egyébként, és lenyűgözve hallgattam egyébként. I was quite impressed to hear that. Minden esetre a következő 40 évben a karrierje, a munkássága egy elképesztő ívet húzott. But actually in the next 40 years, yes, his career and his work was going to enormous heights. Yes. Well, he wrote to the Budapest Opera House at the end of the war, not knowing all the terrible things that had happened here, and said, may I have my old job back? Frankfurt, München, ugye főigazgatói állások az operaházba, London, Covent Garden, Chicago, a 22 évig vezette a szimfonikus zenekart. London, Covent Garden, Chicago, where he was the head of the 31 Grammy-díj, ami, ha jól tudom, komoly és könnyű zenében egyaránt páratlan a mai napig. 31 Grammy Awards, which are unparalleled, no matter what kind of music you talk about, classical or modern. És megszámlálhatatlan sok díszdoktori cím és egyetemi elismerés a Harvardról, Yale-ről, Cambridge-ből, Oxfordból, tényleg a világ legpatinásabb egyetemeiről. And the highest appreciations from the most respected and renowned universities of the world, Harvard, Oxford, Cambridge, Yale. Ebből ha valaki egyet teljesít, szerintem akkor is már teljes az életpályája, és ő egyszerűen halmozta ezeket. If you have one of these, even then you can say that your career is fully fledged, but he has had a very, very great number of these appreciations, awards and prizes. 1978 után szerencsére haza tudott térni, és többször megfordult Magyarországon, először nemzetközi zenekarok vezetésével, majd pedig az állami hangversenyzenekar és a fesztivál zenekarral is fellépett többször. Luckily, after 1978, he had the chance to return home to Hungary, and he was not only the leader of the opera and the National Philharmonic Orchestra, but he was also conducting many other orchestras here and internationally as well. Nagyon nagyvonuló ember volt, például a magyarországi honoráriumaiból
segítette a kezdő fiatal művészeket, többek között több hegyvidéki művészt is. He was a very generous artist, and from the money he received for his concert, he was helping a lot of other artists and musicians, including such artists who lived here in the 12th district, so-called Hegyvidék neighborhood. A halála után egy évvel a zeneiskola felvette Solti Györgynek a nevét. One year after he died, the school started to take his name, like Solti Music School, it was renamed. Az egyik legfontosabb hegyvidéki iskolánk egyébként a Solti György zeneiskola. This is one of the most outstanding school here in this Hegyvidék 12th district region, the Solti Music School. Kiváló elismert szakmai munka zajlik az intézménybe, és közel 1000 diák látogatja. There are about 1000 students who attend this school, and the level of education is very much appreciated. A Solti családnak egyébként nem csak a gyökerei kötődnek a kerülethez, hanem hát a unokatestvér, másod unokatestvéri ágon még egy elismert figurája van Mohori Nagy László személyében, akiről egyébként az iparművészeti, korábban iparművészeti egyetemet, főiskolát neveztek el, nem messze innen a Virányosban. And it is the Solti family, therefore, is deeply rooted here, but it's not only George Solti who has deep roots here, but also his second cousin, László Mohori Nagy, who was an artist of applied arts, and not too far from here, there is a college of applied arts, which bears the name Mohori Nagy László. Annak ellenére, hogy Solti György a munkásságának talán az egyik legfontosabb szakaszát, ugye a határokon kívül külföldön töltötte és ott dolgozott. So, and despite the fact that Solti spent most of his career and he worked mostly outside the borders of Hungary. Mégis úgy írta be magát az egyetemes kultúrába, a magyar kultúrába, illetve a zenetörténet nagykönyvébe, hogy minket magyarokat, minket hegyvidékieket is képviselt. Still he wrote his name into the book of universal culture, or in the book of history, if you like, that he represented us, people here from this Hegyvidék 12th district region. És ezzel kapcsolatban mi örök hálával tartozunk neki. And therefore we are forever very, very grateful, because we owe a lot to him. But he owes a lot to Hungary. Ő pedig nagyon sokat kapott Magyarországtól. Ő tartozott sokkal Magyarországon. És számomra pedig megtiszteltetés, hogy hegyvidéki alpolgármesterként itt lehetek ma, és ezt a koszorút önnel elhelyezhetem az emléktáblánál. It is a great honor that I can be here today representing the 12th district as a deputy mayor of the 12th district, and I can together with you lay this wreath at his memorial plaque.